Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit az ősvezérteléről. És ennek... Metróval a Blaháig, aztán villamossal a Nyugatiig. És ami a végső úti cél, az Valhau lesz. 7:50-kor indul a vonatunk a Nyugatiból. Úgyhogy majd még fogunk bejelentkezni a vonatról is, meg ugye egyébként is. És akkor szerintem megyek is a metróhoz. És akkor közben itt vagyok a Blahán, és egy kis érdekesség így még a mai napra, hogy mivel Vágányzár van a Korvin negyeden túl, ahol a ketté válik a 4-es meg a 6-os, ugye a Budai hídfő után válik szerint a két viszonylag, ezért most 4-es 6-os jelzéssel közlekednek a villamosok, nincs külön 4-es meg 6-os, egybe járnak. Kettő az egyben? Hát ki kettő az egyben, igen. És akkor, hát ugye most a következő, akkor itt 4-es 6-ossal, innen a nyugati irányba lehet tovább menni. Hát előbb-utóbb majd érkezik egy. Végül is még bőven van idén, mert a vonat csak 7:50-kor indul, és még csak 7 óra környékén van. De legalább sikerült felvenni ezt itt arról is, hogy a 4-es 6-os jelzéssel akkor kihalad egy viszonylag. Hát egyébként még most nézem, hogy még nem látszik a távolból jönne a következő, viszont elment már kettő is arra fele, úgyhogy azok előbb-utóbb vissza kell jönnie. És érkezik az idei kombinó. Akkor ezzel tovább a nyugati fele. Veselényi utca Erzsébet körül. A következő megálló Nyugati pályaudvar metróállomás. Későn jöttél, ezt a következő. Sziasztok, itt vagyunk, közben a Nyugatiban megérkeztem, és mögöttem a 10-esnél fog indulni a külön vonat. Most ment ki a Latolca, és előbb-utóbb betolják majd a mi vonatunkat is. És élén a 17-es nohabba, amelyik azt mondom, a másik oldalt lesz, de 17-es nohab lesz rajta, és azzal végig megyünk Valhauba. Úgyhogy most ez a terv. Jani már nézi a képet. Az már ki is ment. Azért nem kengedi, szerintem elég. Utasaink az is arra várhatók, hogy a keretrendszerint 10 óra.
óra 21 perc volt Szombathely-Gráz felől érkező, Budapest-Kelni pályán pedig közlekedés Prágba, egy kis tetszíti Közben átértünk már Ausztriában, már egy negyed órája legalább. Ja, itt van Zsangi is, égén. Lukendely, hát hagytuk el nem végig, és Bruck meg a Bécs és szágoldunk be is velünk. Bacsi, a Gajdácsot is lehet videóra. Sziasztok! Csak én már jelenleg Ausztriában Bécs és Bruckendelyt és Bécs között egy lényegében. Hasítunk szépen. Azért már van termelés, meg itt van azért a telefonon powerbankán van. De viszont esik az eső, még csak tud a sokan. Na és tényleg most már kezdett esni az eső. Nem, majd már... Esik csak csapkodik inkább. Jó, hát ameddig a vonaton vagyok, hadd essen. De nincs baj. És itt egy transformátor állomás, most éppen ott elhagyunk. Jó, Sanki meg közben live-ol, vagy legalábbis próbál. Menjünk a piacra, 2 kiló salátó és 1 kiló répa bevásárlás. Piacos kosár. Menjünk a piacra. A hangulat az megvan itt a bistró részben is, úgyhogy Zsangi ott van a pénztárnál. Van állam ilyen szép bőven. 1-2. Hát a jelcik valami sova. Azt nézzél. Hát van egy pár ilyen bakkel, tényleg. És akkor hamarosan megérkezünk Dünsteinbe, látjátok a videó az készül. A vonalvideó hegyes alap után feltettem a kamerát, hogy mindent. És most valami forgalmi ok miatt megálltunk, de előbb-utóbb megérkezünk Dünsteinbe. És ott viszont lesz egy 4 óránk város nézni. Úgyhogy majd reméltek találok a mi érdekességet, és akkor onnan is bejelentkezek majd. Ha más sem, akkor meg Valhalla-ba a tűzijátékról. Megérkeztünk Dünsteinbe, és ezt nézzétek ezeket a... Ez az érdekes, hogy itt a középen vas, egyébként meg beton aljak vannak. Ezek ilyen érdekes aljak. Sehol nem láttam még hasonlót. Ezek viszont már vasaljak. Hát ezt nézzétek, ez vasaljak, ami nálunk ritkaság. És itt viszont nézzétek meg, hogy... Itt a széle beton, a közepe meg vas. Ezeket az aljakat nézzétek. Mehettél volna kicsit előrébb. Csak így. Helytelenül álló váltóra. Fasza. Ő
BB és emeletes vonat. Az elején még ott van a mennyit. És tényleg, na mindjárt, mindjárt állj zoomolok, hogy jobban látszódjon. Egyébként megérkeztünk, mindjárt mondom, hogy hova. Itt van, igen, pontosan itt vagyunk. Kremszonden Donau állomás. 4 óra múlva megyünk tovább Valhauba. De osztrák földön, megérkeztünk az állomásra. Járna a szerelvegyre már, rotyog. Nem látsz ide alá, és egyébként egy... Hát, hogy jönne. A hagyományos, többvágányos állomás van, a szigetmeló, van aluljáró. Azt tudom, hogy füstöl a lovab. Az pedig a 17-es lovab, csak eltakarja az emeletes. De az biztos, hogy a lovab volt. Az mit, ott is megy, csak. Hát aha. Viszi az egész szerelvény. Én gondolom úgy viszi ki valóban tárolóra. Ah, ki megy valóban tárolóra, hát akkor az nem fog visszajönni. Nem lehet, hogy az, azért állt meg otthon, mi le tudjuk szállni róla? Nem. Kicsit még szétnézzük itt az állomásra, látjátok, itt van a váróterem. Kajáldát vagy kocsmát? Hát igen, kajáldát és kocsmát azt majd keresünk, nézzük meg, itt van a váróterem. Érkezünk. Nem, sem a kajáldát. És ezt nézzétek, itt van a váróterem. Ott van egy váza. És itt lehet jegyet venni, ez egy egykiadó gép. Bécsben amúgy van magyar nyelvű része is, úgyhogy... Az elég, az angol van. De mondom, Bécsben van angol nyelvű. És vagy hát magyar nyelvű is benne. Ez egy egyszerű osztrák egykiadó gép, mert megmondod, hogy hova akarsz menni, meg milyen kedvezmény van. Az mondom, Bécsben van, és már oda is jegyet. Van benne, úgyhogy... És akkor megérkeztünk a Zaba Place-re. Zaba. Dörner, kebab. Jó. De amúgy jó. Kicsit be kellett turbozni a csípős szószal, de így már igazi. Én a többi zsitána azt figyel, hogy jönnek ott. Dani, azt figyel, hogy jönnek arról. Jön a többi is. Nem győzzük kivárni a vonatot, azért vegyünk busszal. Szerve és miénk az egész busz. Még van rajtunk kivél egy utas. Igen, de itt már csak nohabosok vannak. De csak mert jó fejek voltunk, azt elvisszük. Ez a sima. Vonatpótló busz, még itt is vonatpótló busszal megyünk. Ja, vagy mondd ezt, Ekes buszt vettünk. Ja. És tényleg számlájára vettünk egy új busz. Ez a több busz nem veszünk egyébként. Vagy mondjuk nem Ikarusz. Ez amúgy milyen? Ez mert... Szerintem mond, vagy mert? Van. Jöjjön ki a sinek közül, oda jön a vonat! Jöjjön ki a vágány közül! Nem magyar! Akkor beszéljenek neki, ilyen. Mondják neki németül vagy angolul. Akkor is szaros lesz a vágány, ha ott marad. Hiába magyar vagy nem magyar. Jó van akkor. Na.
Sziasztok! Na, közben ismét a vonaton vagyunk. Dürsteinbe átjött a buszon. Már megjártunk Dürsteint is, már buszoztunk is egyet. Kremszbe átjöttünk ide buszon. És most megyünk tovább Valhallóba. Leszálltatok Kremszbe is ide? Igen. A szerelvény menettel visszamentünk. Visszabuszoztunk. Igen, és visszabuszoztunk. Utána meg busszal visszajött. De mi levideóztuk a gőzöst. Most visszaszálltunk a Noabos külön vonatunkra, de meg jönni fog még egy gőzös. De ugye itt körbejártam az éjszakán, az üres szerelvénnyel visszamentünk. De megint a büfékocsival, hogy itt megfogyasztani kell, úgyhogy fogyasztunk. Bejelentkezek én is élőben. Ja, na. Jó. És ki a sör? Ja, egyébként Sángi is itt van, csak a kamera mögött, úgyhogy, nem, úgyhogy most nem látjátok, de egyébként ő is. A Dedani is itt van. Úgyhogy vagy egészséged, Sángi. Ez én, nektek is. Egészségetekre. Igen, igazos kollával, de nem látjátok Sángit, mert a kamera mögött van, de itt van. Ja, oké, itt vagyok. Itt vagyok, Dani. Na, akkor egészség. Egészség. Tíz előre legyen. Azaz. Most kamerám megy csak egy videó összevágás után, ezt feltéve tudod. Úgyhogy. Nekem élőben. Úgyhogy majd lesz még a tűzi játék, lesz még egy gőzös, aztán meg tovább. Hello, 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 sziasztok! Helyre! Na most. Pécs végállomás következik. I am Scusi! Na, a világítás most nem kapcsolták le. Sziasztok! Ja, hogy csak a Zsángi is látszódjon, most végül nem a kamera mögött van. Miért? Az ID is, ahogy iszi. Egy normális halakban szerintem így talán. Akkor ennyiben egy hobbiemben, hogyha egyszer lejjében. És még egy alagút. Most jöttünk az egyik alagútba, és már is itt a másik. Csalagút barát, a másik csalagút. Jó, akkor mondom, hogy lesz. Hogy a mi érdekkel, emlékünk is lesz. Azt szerintem nem. Nem, egy kicsőzős volt, te is. És ezt nézzétek. A Noha meg egy másik dízel. Tök jó. És a fényviszonyok meg nagyon jó, hát én még innen is kéne egy-két képet csinálni. És ezt nézzétek, ugyanazok az ajfajták vannak itt, hogy a széle az beton, viszont a közepen meg a vas. Tehát ez olyan, mint valami vékony kazánlemez lenne. Itt a két beton között. Tehát ilyen tajzét aljakat se láttam még máshol. Ezt hogyha valaki tudja, hogy ez mi szél szolgál, vagy milyen típusú aljak ezek, akkor ezt majd írja meg kommentbe. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Nézzétek meg, hogy ez a széle beton, eddig. És itt meg mintha csak egy vékony kazánlemez lenne itt a két beton között. Ez milyen fajta mozdony, nem tudod véletlenül? Ja. Jó, hát akkor maradjunk annyiból, hogy egy osztrák dízel mozdonyt látunk. A pályaszámat minden esetre fölvettem.
úgyhogy majd utána fogok nézni. Hensel. Na. Ez már valami, na ott van rajta a tábla. Tessék, nézzétek meg, itt van, megmutatom. 1959-ben lett gyártva. Ja, persze, hát a... General Motors ez is? General Motors, GM, azaz. És hiányzik egy B betű onnan az ő BB-ből. Második B betű hiányzik. Na, akkor, akkor lássátok fel, hogy itt van a felvétel épület. Ott szemben van a WC-nél, csak ott van a kirakva, hogy a férfi meg a női. Na szóval igen, ott van egy melléképület, akkor abban van a WC, akkor ezt is most sikerült kideríteni. Nézzétek, itt van egy másik kihaló félben lévő dolog, egy telefonfülke. Ez is már ritkaságnak számít. Elvedeni még be is. És mi telefonkönyv is van benne? Hát ez majd a telefonkönyvben mikor találsz telefonkönyvet? Szerintem már másnap ellopnák, ha beletennének egyet. És itt van még visszahívható, és orszába van, meg van visszahívható száma is, hát ez normál telefonfülke. És lehet, hogy ez még működik is. Bár hiszem, hogy is ővi használnák. Igen, már mondassák, hogy mindenki a mobiltelefonja van, aki használ a telefonfülkét. És még itt van egy ezért, nézzétek meg az osztrák bubi, a vasútállomás mellett. Ez a Next Bike, ez egy ilyen, ezért tényleg, ez olyasmi, mint Budapesten a bubi, ilyen bicikli kölcsönző. Tudom, hogy itt valószínűleg a hegyekben itt lehet bicikli túrázni vele, és ezt azért adták ide, hogy ez egyszerű legyen. És itt ráadásul még egy bicikli túra útvonalakat is mutat. És akkor itt van a Duna. Tehát valószínűleg itt lehet levenni majd a Dunapartra is, és akkor itt jelzi az utakat. Ezt az órát nézzétek, és ezt különleges össze. Ott a négyeseknek a jelölése az érdekes, hogy ez nem római számmal van jelölve, mert miért négy vonallal van, mert a római számmal a négyes az egy vonal, meg egy V betű. És ehhez képest az érdekes, hogy itt négy vonal van. És közben megérkeztünk a Dunapartra. Ezért a panorámájában érdemes volt lejönni. És körülbelül itt lesz valahol a tűzijáték is. Arra, inkább szerintem arra. Azt majd megpróbálom majd azt is videózni nektek valahogy. Most meg elindult egy hajó. Felépítésre meg elég érdekes, hogy alakja van annak a hajónak. Ez valami komoly, nézd csak, mert ezen a kábelen keresztül megy, csak az még húzva is. Ez valami komoly. Szerintem a navosok ott fent, arra menni. Nem tudom, és hogy így. Ez viszont egy komp, mert itt látjátok, itt a két végpont között megy, és ott a másik kikötője, most akarok nektek igen, rázumolni. És nézd csak itt ezen a kábelen még látszik is, hogy megy. Aha. Ez van hozzákötve, hogy ne szabaduljon el szerintem. Hát nem, mert szerintem nincs benne motor, hanem ezzel a kötélen mozgatják. Aha. Arrafele van a vasút, az ott az alagútja a vasútnak. Nézzük, hogy az Észentiben, ugye ilyenkor ezt van a nézzétek. Jönnek a hajók. Jönnek a hajók. Hát és egyébként itt azért, nézzétek ezt a panorámát, itt ülünk egy kiülős részen, isszuk a sört, és közben ezt a panorámát nézzük. 10 óra fél 11 körül lesz tűzijáték. 10-kor lesz, 10-kor kezdik. Ugye elvileg 23-20. Ki megy vissza a lipagőzős, és az osztrák, hogy az egyiknek miért van ilyen hozzájogult? De ez ilyen a Szergeinek hasonló kültje. Hát a Szergei nem, ez inkább ilyen kamion. Ez ilyen a Szergeinek ilyen hajókülszerű. Ez király. Ez. De miért üzen jön? De szól, mizáj, mint a Taurus. Ja. Majd olyan... És ott jön vissza egy motorcsa. Thank you.
és már hogy alkonyodik, kurva jók a képek így itt. Ez csak kurva jók így is a képek. Ott a hajók is. Ja, közben megérkeztek a sörejék, úgyhogy észre se vettük. Tehát, jó, akkor most dokumentáljuk, de közben jönnek a hajók is, tehát ez... Tehát igazából a téma az itt van, ott előttünk. Nem a sör, vagy most a sör. Hát majd az is, ja. De... Na de most erre, igen, na az egész jó képre, Zsangi. Éjszakai üzem volt. De ez a... Videózod el? Aha. Tesz a minket, hogy merek tesznek, vagy az... Olyan, akkor kölem szájot is fotozunk. Azaz. Jó, nem vakozunk. Azért ez nem semmi, de ezek is lámpák, vagy tüzek? Azok kocolámpák. Csakkor. Kellemes szép estét kívánok mindenkinek, üdvözletem minden Valhau állomásról. Visszaérkeztünk. Hamaros indul a vonatunk, közben még a háttérben ott lövik a tűzijátékot. Na, nézzétek csak, ott lövik a tűzijátékot még mindig. Hát, na most már nem lövik, de most is lövik. Azaz. És közben bent áll a vonatunk. Úgyhogy elvileg egy olyan fél óra múlva fogunk indulni. Addig meg még állnám tovább, addig nézem a tűzi játékot. Mindegy, majd meg felszállok az étkező kocsiba. A szokásos törzseljüket elfoglaljuk. És itt a gőzös. Itt van a gőzös. És itt van a gőzös, hát ugye fotózni már nem lehet, de videózni azért megpróbálok nektek. Még itt van befűtve a gőzös. Az indulás előtt vagyunk, és próbálkozunk a hosszú záridővel. Aztán majd meglátjuk, hogy milyen eredmény lesz. De közben nyomják a tűzi játékot, és itt van a indulásra készen. És mindjárt lemerül az aksi. De azért ezt nyertem meg felvenni, ez az. Sziasztok, akkor közben elindultunk visszafele, Budapesten, most jutottunk el Valhauból. Hello. Ja, itt van Zsangi, mert beállettem éppen. Itt van a szád is. Igen, és éppen most jutottunk el visszafele, itt van egy kicsi kocsiba is. És olyan történt, ami eddig mi soha visszaúton, hogy szárazra jöttük a büfét, mert már nincs sör. Hát tavaly szárazra jöttük ott a polcain, ugye az ikaruzoson. Hát igen, de most már még csak a sör fogyott el, de még viszki, mondjuk még van. Oké, köszi. Tehát van még viszki meg kóla, tehát mi Budapestig lehet szárazra. De a viszki kóla már ideért. Igen. Kóla. Köszönjük szépen. Igen. Köszönjük szépen. Tehát hogy csak lássátok ti is, hogy már sör elfogyott, se edőihel, se Budweiser nincsen, csak viszki van, meg kóla. Na, sziasztok! És közben akkor na itt tartunk, és a kamerámat meg fel kell rakni mindjárt töltőre, mert 4 perc van, lemerül az aksi. Na, beérkezek én is. Most akkor jó, most itt jövök egyébként mindig az étkező kocsiba. Na, már most indult a vonat visszafele. Ez jó itt lesz, amikor... Menetben 23 óra 20 perc. Meg egy kóla meg is maradt, úgyhogy még egy viszki jött mellé, úgyhogy simán. Kérjek még egy viszkit. Fasz majd, hogyha megisszuk.
szép jó reggelt mindenkinek. A helyzet most az, hogy Szárligeten állunk bizberhiba miatt. Bizonytalan ideig nem tudunk tovább menni. Itt áll mellettünk egy okoska, a 6-os, jelen állás szerint. És hát mi vonatunk is itt áll. Hát aludtam egy sort, hogy egyes hallomtól idáig, de hát nem tudjuk még, amikor megyünk tovább.